Az orosz megszállók több mint 70 oroszországi táborban tartják az ideiglenesen megszállt ukrajnai területekről deportált gyerekeket. Ugyanakkor folyamatosan átszállítják a kiskorúakat, hogy Kijev ne tudja meg, hol vannak a gyerekek, jelentette ki Darina Ukrajna elnökének gyermekjogi képviselője április 22-én a Nemzeti Telemaraton adásában. Az elnök képviselője hozzátette, már megerősítést nyert, hogy csak nem 19.400 kiskorú ukrajnai állampolgárt hurcoltak el az oroszok. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a hivatalos adatok jelentősen eltérhetnek a valódiaktól, hiszen nem minden gyermekrablás esete ismert. Herasimcsuk hangsúlyozta, hogy az oroszok úgynevezett orvosi vizsgálatokat szerveznek a deportálások előtt, és miután hirtelen furcsa és szörnyű diagnózisokat állapítanak meg, az orosz föderációban ajánlanak kezelést. A gyermekjogi biztos megjegyezte, hogy az oroszok így módon ejtik fogságba a gyerekeket. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyermek megutálja szüleit. Azt a gondolatot kényszerítik a gyerekekre, hogy szüleiknek, rokonaiknak már nincs szükségük rájuk. Foglalta össze Herasimcsok.